deposit the restaurant gave me the old pep talk again this morning. Another one starting hard work, his family, desperate poverty, and poverty. Said he always wanted a new car, and now he's got two. Always wanted his own house, so now he has a house, a cabin, and a condo, and both of those. Said he always wanted a boat, and now he said... Ekkor eléje járultak Zebédeus fiai, Jakab és János, és így szóltak. Mester, azt akarjuk, hogy amit kérünk, tedd meg nekünk. Ő megkérdezte tőlük, mit akartok, hogy megtegyek nektek? Azt felelték. Tedd meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk pedig a bal oldaladon ülhessen a te dicsőségedben. Jézus erre azt mondta nekik, nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a pohárból, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Ők azt felelték neki, megtudunk. Ekkor Jézus azt mondta nekik, a pohárból, amelyből én iszom, inni fogtok ugyan, és a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem, ti is meg fogtok keresztelkedni. De azt megadni, hogy a jobbomon vagy a balomon kiüljön, az nem az én dolgom. Az azoké lesz, akiknek készítették. Amikor a 10 meghallotta, ezt haragudni kezdtek Jakabra és Jánosra. Jézus azonban magához hívta őket, és azt mondta nekik. Tudjátok, hogy akiket a nemzetek fejedelmeknek tekintenek, azok uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak felettük. Köztetek azonban ez nem így van, hanem aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok. Aki pedig első akar lenni köztetek, az a szolgája lesz mindenkinek. Hiszen az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.